Rendőrök és pénzügyőrök csaptak le a Cyanetre november végén. A vállalkozás mögött álló cég ügyvezető igazgatóját őrizetbe vették. A házkutatások és a kihallgatások mellett zárolták a társaság számláit. A cég hálózatot először a PSAV kezdte vizsgálni, később a VPOP is bekapcsolódott a nyomozásba. Végül a vállalkozásokban résztvevő cégek ellen eljárást indított a gazdasági versenyhivatal is a fogyasztók jogellenes befolyásolása és a tisztességtelen kereskedelem gyanújával. A Cyanet ügyvédjei ugyanakkor azt állítják, hogy nem történt bűncselekmény se adócsalás. Cyanet egyébként 2 éve működik, vásárlói közösséget szerveznek, már 440 ezer tagjuk van. Hogy mi lesz a befizetéseik, jutalékaik sorsa, egyelőre kérdéses. Ügyvéd urak, Futó Barnabás és Gyalog Balázs. Ugye a kérdés elsősorban úgy merül fel, hogy miért kell Lejneman Zsoltnak 2 ügyvéd? Én erre... Ekkora bajban van? Nincs ekkora bajban. A bármelyik terheltnek, gyanúsítottnak lehetősége van arra, hogy akár hány védőt foglalkoztasson. A kezdetekben ez úgy alakult, hogy én voltam először meghatalmazott védő, és azt követően a kollega úr a család által került meghatalmazásra, én pedig korábban a Lejneman úr megbízásából kerültem az ügyben meghatalmazott védőként. Nincs akkora baj, ami miatt a két emberre szükség van, az természetesen minden esetben jó, hogy több szem többet lát, és ketten teszünk meg mindent annak érdekében, hogy ezt az adó ügyet, és mert meggyőződésünk, hogy adóügyről van szó, nem is igazából büntetőügyről, hogy ezt az adóügyet minél hamarabb és kellő megelégedéssel tisztázni lehessen. Tehát itt nagyon sok kérdés felmerült a Cyanet kapcsán, de akkor ezek szerint ebben a kérdésben, amiben önök eljárnak, itt most kizárólag a történt adócsalás vagy nem történt adócsalás kérdése a központi. Hát nem arról van szó, hogy pilótajáték vagy nem, hogy megtévesztették el ügyfeleket vagy nem, hanem kifejezetten arról van szó, hogy ez most ez a cég, amelynek a hátterét nem egészen pontosan ismerjük, egyáltalán nem ismerjük, mert hogy mindenféle offshore cégekkel van összefüggésben. Ez Magyarországon adó alany vagy sem, ugye? Ennyi a... Erre szűkíthető le a kérdés. Maga a kérdés is, és az erre adott válasz is több lépcsős, ahogy a védekezés is több lépcsős. Elsődlegesen az a kérdés, hogy egyáltalán adóalanya az az amerikai gazdasági társaság, akinek a magyarországi meghatalmazottja, és ebben egy picit szeretném pontosítani, nem ügyvezető igazgatója Lejneman Zsolt. Adóalanya ez az amerikai gazdasági társaság. Fontos, hogy ezt korábban senki nem jelezte felé az amerikai gazdasági társaság felé, és amennyiben ilyen jelzés érkezik, akkor ennek a megvitatására erre kész az amerikai gazdasági társaság. Ez a cég egyébként mielőtt megindult volna az egész rendszer, adószakértőket vont be, és adószakértői vélemények alapján döntött úgy, hogy ez a rendszer, ez a működés, ez abszolút jogszerű, és ez az adó jogszabályoknak, a magyar jogszabályoknak megfelel. Még egy mondat, igen, ez nagyon fontos, hogy nem pilótajáték, nem piromis játék miatt van folyamatban az eljárás, kizárólag amiatt, hogy a vámis pénzügyőrség álláspontja szerint adót kellett volna fizetnie 3 adónemben ennek a gazdasági társaságnak. De akkor ezt kategórikusan, ahogy olvasom a híreket, a cég sem cáfolja, hanem ilyen megengedő nyilatkozatokat olvasok, hogy ha mégis kiderül, hogy kellett volna adót fizetni, akkor ők szívesen fizetnek. Természetesen állnak elébe. Itt a probléma az, hogy ebből egy büntető ügyet csináltak, egy büntető eljárást itt a szomszédban a Vámis Pénzügyőrség Országos Parancsnokságánál, holott álláspontunk szerint egyrészt vagy nem áll meg, ahogy a kollega úr is említette, az adócsalás bűncselekménye, vagy amennyiben ténylegesen kellett volna adót fizetni, akkor maximum gondatlanság az, ami terhelheti a védencünket. Gondatlanul pedig nem lehet elkövetni adócsalást, tehát az nem, ezért sem lehet bűncselekmény. Emellett, ami, és itt a felkonferálásban hát fölmerült, minket hát úgy érzem, hogy rendkívül sért, hogy itt lefoglaltak mindenféle szervert és valamennyi számítógépet, holott van erre egy rendelet, amely alapján ebben az esetben az elektronikus adatok lefoglalása nem úgy történik, mint mondjuk itt ezt a csészét lefoglalnak, vagy más tárgyat, hanem lehetőleg
a helyszínen, amikor a megindul a büntetőeljárás, el kell menteni szakértő által az adatokat, vagy át kell másolni, és akkor tovább folytatódhatott volna a cég tevékenysége, és nem lenne ilyen probléma, de valószínűleg tartjuk, hogy valakinek az az érdeke, hogy nem működjön egyelőre ez a hálózat. Nem merek rá megesküdni, hogy mikor, de Sipos Jenő, a VPOP szóvivője nyilatkozott itt a ma reggelben, és ő azt mondta, hogy csak lementik az adatokat, aztán visszaadják ezeket a számítógépeket. Igen, hát ez tart mondjuk lassan 2 hónapja. Nagyon sok adat lehet ezeken a számítógépeken. Hát az a probléma, hogy lehet, hogy sok adat van, de nekem egy korábbi ügyemben ez fölmerült már, hogy körülbelül, ha jó szakértők dolgoznak, a NASA-nak az adatait egy nap alatt el lehet menteni. Tehát ez nem lenne ilyen probléma. És többször jelezte az ügyészség, hogy ezt haladéktalanul meg kell tenni. Sajnos még mindig nem csinálták meg. Ők sejtetik, hogy valami más érdek áll a háttérben, de milyen más érdek állhat a háttérben? Erre vonatkozóan én nem tudok nyilatkozni. Az azonban jól látszik, hogy itt 440 ezer törzsvásárlóról, 17 ezer termékpartnerről van szó. Ezt a működő rendszert a karácsonyi bevásárlás előtt, mert hát hiszen ez egy törzsvásárlói rendszer, ahol az emberek vásárolnak, költik a pénzüket, ezáltal adóbevételeket termelnek. Ezt a törzsvásárlói rendszert bénították meg, és tették időlegesen tönkre, és azt gondolom, hogy ezzel komoly nemzetgazdasági érdek is sérült, hiszen novemberbe, decemberbe, január elején egy ilyen vásárló tömeget kiiktatni, hiszen emberek addigra már a pénzüket itt elhelyezték, ebbelük rendelkezni szerettek volna. Ezt a Vámis pénzügyi őrségnek a nyomozása, az eljárása, az megakadályozta. Az, hogy az emberek a pénzüket itt elhelyezték, az azt jelenti, hogy azok a kedvezmények, amelyeket a vásárlásuk révén felhalmoztak, azok most bent ragadtak a cégnél, vagy hát lefoglalták ezt a pénzt? Bent ragadtak egyelőre, de a sajnálatos módon a sajtó által valakik, mondom, nem tudjuk ki, megpróbálják azt generálni, mint hogyha itt valami ellentét lenne a törzsvásárlók egyéb klubtagok, ahogy ők hívják, és a mi védencünk között. Szó sincs erről. Most pár nap ezelőtt volt egy sajtótájékoztató, ahol ezt leszögezték, hogy teljes egységben ugyanúgy szeretnének tovább dolgozni, és nincs semmi miatt nem haragszanak, hogy úgy mondjam, a védencünkkel szemben. Még egy probléma, mint a szakértői tevékenységgel kapcsolatban szerkesztő úr említett, hogy sok adat van. Érdekes módon, amikor ezt az eljárást megindították, akkor 2 nap alatt elkészítettek egy olyan szakértői véleményt, amelyre alapul tulajdonképpen a gyanúsítás. Akkor gyorsan tudtak dolgozni. Most is ilyen gyorsan kéne dolgozni, és feloldják a lefoglalást. Én remélem, hogy mi nem tartozunk azok közé, akik ellentétet generálunk, mert hogy kedden itt volt Magyar György ügyvéd, illetve az egyik károsult, tehát egy törzsvásárló, és ők sem beszéltek semmiféle ellentétről. Mi a további lépés? Lehet-e sürgetni a VPOP-t, hogy lassan azért most már adják vissza a számítógépeket? Hát lehet, megpróbáltuk. A kollega úr kérte is ennek a feloldását. Én benyújtottam a panaszt azzal szemben, hogy nem tették meg. Most várjuk ezzel kapcsolatban a döntést. Jó, tehát akkor magyarul vártak 2 hónapig, most várnak tovább. Ennél többet nem tehetnek. Természetes, hogy minden törvényben biztosított jogával, amit a gyanúsítottat megilleti, illetve amit önállóan a védőt is megilleti, avval mi megpróbálunk élni, és próbáljuk a VPOP-t arra kérni, illetve arra az eljárásra rávenni, hogy ez minél hamarabb megtörténjen. Jó, hát 440 ezer ember az nem kevés, úgyhogy mi is igyekszünk figyelemmel követni az eseményeket. Köszönöm, hogy a vendégeink voltak. Köszönöm.